Ebben a videósorozatban a Grammarbad online interaktív programmal tanulunk angolul, de nem a hagyományos módszerekkel, hanem a beszédfelismeréssel. Ha már megvannak angolból az alapjaid, de szeretnél folyékonyabban, helyesebben beszélni, akkor a Grammarbad-dal ez sikerülni fog. A mai videóban a Will segédigét tanuljuk meg, automatizáljuk beszédben a Grammarbad weboldalon. You invited Peter, didn't you? I'm afraid I didn't, but I will invite him tomorrow. I'm afraid I didn't, but I'll invite him tomorrow. Most megmutatom, hogyan gyakorlunk a Grammarbaddal a számítógépünkön. A Start Learning gombra, vagy a jobb oldali képre kattintva jutsz el ahhoz a menüsorhoz, ahol a nyelvtani szabályokat láthatod. Innen választhatod ki a gyakorlandó szabályt. Ma ez a Will egyszerű jövőidőt kifejező segédige. Kattintsunk rá a Will-re. Átvisz arra az oldalra, ahol a példa látható. You ironed my shirts, didn't you? I'm afraid I didn't, but I'll iron them tomorrow. You bought the wine for the party, didn't you? I'm afraid I didn't, but I'll buy it tomorrow. A Will segédige egyik fő alkalmazása, ígéret kifejezése, I will buy you a diamond ring. Másik alkalmazása, jóslat, it will rain tomorrow. A harmadik fontos alkalmazása pedig jövőben szándékolt, tervezett cselekvés, I will do the vacuuming this afternoon. Ha megfigyeltük a példát, kattintsunk a Got it értem gombra, és elkezdhetjük az önálló gyakorlást, a mondatok alkotását. A Grammarbad elmondja az indító kérdést. You washed the car, didn't you? Erre megadjuk fennhangon a válaszunkat. I'm afraid I didn't, but I will wash it tomorrow. Ha helyes a válasz, akkor a Grammarbad megismétli helyes kiejtéssel a választ. I'm afraid I didn't, but I'll wash it tomorrow. A Grammarbad módszer úgy működik, hogy minden egyes feladatban, 10-15 mondatban ugyanazt a nyelvtani szabályt gyakoroljuk. Minden egyes mondat egy kis mini szituáció, amely azt a helyzetet illusztrálja, amelyben az adott szabályt jellemzően használjuk. Végül gondolkodás nélkül automatikusan tudjuk mondani a mondatot. You sent the email, didn't you? I'm afraid I didn't, but I will send it tomorrow. I'm afraid I didn't, but I'll send it tomorrow. A Grammarbad módszer sikerének másik fontos feltétele, hogy a mondatokat fennhangon gyakoroljuk. Az agykutatók megállapították ugyanis, hogy minden egyes nyelvi készségért más-más agyterület a felelős. Más agyi központ irányítja az olvasást, más az írást és más a beszédet. Ezért hiába olvasunk el bármennyi szöveget, azzal csak az olvasási készségünk fejlődik, a beszéd nem annyira. A Grammarbad módszernek az a különlegessége, hogy az agynak azt a részét trenírozza, amelyik a beszédért felelős, és ezt egyéb hagyományos módszerekkel nagyon nehéz elérni. Néha előfordul, különösen kezdetben, hogy ha nem elég tisztán és tagoltan ejtjük a szavakat, akkor a Grammarbad félreért és más szöveget gépel oda. You watered the plants, didn't you? I'm afraid I didn't, but I will water them tomorrow. A beszédfelismerő az I will water them helyett azt értette, hogy I have you voted. Rákattintok a mikrofongomra, és megpróbálom még egyszer. I'm afraid I didn't, but I will water them tomorrow. I'm afraid I didn't, but I'll water them tomorrow. You spoke to Mary, didn't you? I'm afraid I didn't, but I will spoke to her tomorrow. No, még egyszer. I'm afraid I didn't, but I will speak to her tomorrow. I'm afraid I didn't, but I'll speak to her tomorrow. Thank you.
You rang Anne, didn't you? I'm afraid I forgot, but I will ring him tomorrow. Anne, her tomorrow. I will ring her. Repeat it, please. I'm afraid I forgot, but I will ring her tomorrow. Excellent. You asked for permission, didn't you? I'm afraid I didn't, but I will ask for it tomorrow. I'm afraid I didn't, but I'll ask tomorrow. Beszéljünk kicsit arról, kinek segített a GrammarBud módszer. Nem hagyományos nyelvtanfolyam, hanem a már meglevő tudásunkat, amit akár évekkel ezelőtt szereztünk meg iskolában vagy nyelvtanfolyamon, a meglevő tudásunkat tudjuk aktivizálni vele. You asked your sister, didn't you? I'm afraid I didn't, but I will ask her tomorrow. I'm afraid I didn't, but I'll ask her tomorrow. Ha elnyerte a GrammarBud módszer a tetszésedet, látogass el a weboldalra. A weboldalhoz a linket alul a leírásban találhatod. Most búcsúzom, és várlak a következő videóra, ahol egy újabb nyelvtani szabályt járunk körül, és gyakorlunk be fennhangon, élőbeszédben a GrammarBuddal.